Betlehem, Betlehem, a te határidba érkezett Mária rongyos istállóba. Kötetlen találkozóval zárta az évet a Nógrád megyei vállalkozásfejlesztési alapítvány december 16-án. Az eddigi közös munkát köszönték meg ilyen formában partnereiknek. A Nógrád megyei vállalkozásfejlesztési alapítvány elsősorban kis- és középvállalkozásoknak a segítésével, mentorálásával foglalkozik, és igazából mi ebben a gazdasági szegmensben tevékenykedünk több mint 20 éve. Pont ennek volt az egyik apropója, hogy úgy gondoltuk, hogy ez az év sokak számára volt, akinek sikeres volt, volt, akinek kevésbé sikeres. Mi örülünk neki, hogy évről évre egyre jobb eredményeket tudunk elérni egy közös, kiváló csapatnak és kollektívának, és köszönhetően partnereiknek. Az elmúlt időszak tapasztalatait Balla Mihály, a megye fejlesztési biztosa összegezte. A jövő legfontosabb célja, hogy Nógrád felzárkózzon az országos átlaghoz. Ebben nagy szerepük lesz a kis- és középvállalkozásoknak, amennyiben nagyobb bátorsággal használják ki a pályázati lehetőségeket vállalkozásfejlesztés tekintetében. Az idei év az egy, én azt gondolom, hogy ha mindent figyelembe veszünk, legyen szó Salgó-Tarjánnak a területfejlesztési programjáról, legyen szó a megye területfejlesztési programjáról. Azt gondolom, hogy jó irányba haladunk, hiszen az országban nálunk van a legmagasabb egyfőre jutó területfejlesztési támogatás, több mint 250 ezer forint per lakossal számolhatunk, viszont az arányaink a lehetőségek alapján vállalkozásokat is jó lenne, hogyha föl tudnánk zárkóztatni, és akkor tényleg tudjuk tartani azt az elképzelést, hogy Nógrád megye fölzárkózhasson az országos, legalább az országos átlaghoz. A program keretében Salgó-Tarján polgármestere mondott pohárköszöntőt, aki az együttműködés, valamint a teljes megye fejlődésének fontosságát hangsúlyozta. Hogyha Salgó-Tarján fejlődik, és mellettünk Bátony terenye, Széchenyi, Balassagyarmat együtt fejlődünk, a sokkal nagyobb eredmény és sokkal nagyobb dicsőség, mint hogyha csak egy-egy településünk fejlődene. Zárásként a résztvevők a megfogalmazott célok teljesülésére kocintottak.